A Hámori Waldorf Egyesület által fenntartott családi napközi Miskolcon az Avasalján található. Belvároshoz közeli, kertvárosi környezetben lévő polgári stílusban épült kertesházban működik. Kis létszámú csoportjaik lehetővé teszik, hogy minden gyermek megkaphassa azt a személyes gondoskodást, amelyre neki alapvető szüksége van, és azt a szabadságot is, amely megalapozhat egy boldog, a világra hatni tudó emberi életet. Ez idézett abból a bemutatkozásból, amely az interneten olvasható, ha valaki a Tündér udvar családi bölcsödére napközire keres rá. Ez az idézet tovább folytatódik, részben ott az interneten, részben pedig itt a stúdióban, mert hogy köszöntöm a stúdió vendégét, Árvai Editet, a Tündér udvar családi bölcsöde fenntartóját, illetőleg úgy mondhatnám, hogy a Hámori Waldorf Egyesület vezető helyettesét, hiszen az egyesület a fenntartó, és Szopkó Tiborné Écsit, gondozónőt, akikkel a következő percekben arról beszélgettünk majd, hogy vajon igazán tündérudvar tudnak ott varázsolni ebben a bizonyos családi gyermekintézményben? Kezdjük Editkével, ugye ez pár esztendeje működik, ha jól tudom, 4 éve. Igen, körülbelül 2013-14 elején indult be valójában. Pályázaton sikerült pénzt nyerni a tündérudvar, akkor mint családi napközi indítására. 2 csoportszobánk van az épületen belül. Az, hogyha több gyermek van, akkor mind a kettőben külön is vannak a gyerekek. Egy konyhánk van, egy közös helyiség és pelenkázó nyilván a gyermekeknek. 1-3 éves korig várunk gyerekeket ebbe a bölcsödébe. Igazándiból a programunkat azt a Waldorf óvónő írta, amivel megnyertük ezt a pályázatot. Úgyhogy itt nagyon fontos nálunk a természetközeliség, a családias, nagyon meleg légkör, kicsit pótolni szeretnénk, vagy ha nem is pótolni, egészségesen kiegészíteni a családi életet a gyerekek körül ebben a családi napközében. És mitől tündér? Hát nagyon egyszerű, mert nagyon sok kis tündér jár hozzánk. Ez jó válasz egyébként, és nekik az életformájuk a tündér életforma, tehát ezt kell tovább vinni. Ezt otthon már az ember bemelegíti ugye a gyermeknek, amikor megkapja. Icsikével az előbb, mikor beszélgettünk, akkor mondta, hogy ő sokáig főállású anya volt, ugye? Most viszont főállású gondozónő, de mint főállású anya, nyilván tudja, hogy mi az a legjobb, mi az, amivel a legjobban a gyereket el lehet varázsolni, hogy kis tündérnek érezze magát, akár otthon, akár itt. És bizony a váltás, amikor az otthonából bekerül a gyerek egy ilyen közösségbe, az mindenképpen nagy. Nem szabad, hogy törés legyen. Ebbe, hogy ne legyen törés, a szülőnek és a gondozónőnek óriási szerepe van. Hát igen, itt közösen együttműködve kell kialakítani azt, hogy a gyermek minél jobban érezze magát, és minél családiasabb környezetbe tudjuk őt fogadni, hiszen azért a gyereknek a legjobb azért otthon az édesanyjával lenne jó, de ha ez már nem megoldott, akkor egy olyan családi napközibe, egy olyan közösségbe, egy családba jöhet el a gyermek, ahol szeretettel, odafigyeléssel fordulunk felé, és odafigyelünk arra, hogy valóban milyen a gyermek, nekik mik az igényei. Úgyhogy együttműködve a szülőkkel így próbáljuk. Ezt egy ilyen kis létszámú, mert ugye hangsúlyozottan kis létszámú bölcsödéről van szó, azt szokták mondani, hogy vannak nagy családosok, meg kis családosok, és ahol kis családos, kevesebb gyerek van, ott nagyobb, több figyelem jut a gyerekekre. Na most, amikor bejön ide a gyermekért aggódó, reszkető anyuka, mert általában az anyukák viszik el a gyerekeket, akkor nyilván a legféltettebb kincsét adja át. És ha nincs meg a bizalom, ha nincs meg az első találkozáskor az a szimpátia, ami vagy van, vagy nincs, akkor nem hagyja ott a gyerekét. Na, hogy lehet ezt a szimpátiát elérni? Hát szerintem aki bejön mi hozzánk, egy olyan légkör fogadja ott, illetve az egész a fizikai lét is, illetve az, amit mi ott tudunk nyújtani a gyermekeknek, hogy ez egy pozitív hatás. A gyerekek általában el sem akarnak már az első alkalommal menni. Tehát volt olyan szülőnk, aki máshol már próbálkozott családi napköziben, onnan menekült a gyerek. A mi közösségünket pedig
egyszerűen jól, igen, jól érezte érdekes, magát. Hogy vannak gyerekek, akik ugye azért sírnak, mikor otthonról kikerülnek, hogy na mama, ne hagyja őt ott. És ezért van ez a beszoktatós időszak. Itt például van beszoktatós időszak? Igen, van itt. Nagyon fontos a beszoktatásnál az, hogy a szülőnek legyen egy határozott döntése, mert azt a gyermek érzi, hogyha a szülő határozott, hogy igen, most a gyermeknek közösségbe kell mennie, akkor ezt a gyermek érzi, és sokkal egyszerűbb az elvállás, mert tudja, hogy a szülei határozottak, nem pedig tétováznak abban, hogy most maradjon-e a gyermek, vagy nem. Igen, hát én emlékszem arra, amikor az én kislányomat először vittem gyermekintézménybe, hogy kértem is segítséget, meg el is mondták akkor ott az anyukáknak, hogy mire figyeljenek, mire vigyázzanak, mert van az a gyerek, aki akkor sír, amikor ott hagyják, van az a gyerek, aki azért sír, hogy ne vigyék haza, de ő mondjuk egy hónap múlva kezd el sírni, mikor rájön arra, hogy ez nem játék, hanem itt most már muszáj itt maradni. És hát meg kell hallani abból a sírós hangból, hogy mikor betegséget jelző sírásról van szó, mikor az aprócska kis hisztiről, de az biztos, hogy mindenképpen nehéz az anyukának elmenni az első időben is ott hagyni sírva a gyerekét, ami törvényszerű, mert az újdonsággal, ismeretlennel szembe való félelem sokszor így nyilvánul meg a gyerekben. Hát mi ezért is kérünk egy jellemrajzot, mielőtt a szülő elkezdeni a beszoktatást, hogy a gyermekről mi is tudjunk olyan információkat, ami a beszoktatás előtt megkezdődne, hogy megismerkednénk, és akkor mi már tudjuk esetleg, hogy mivel lehet megvigasztalni, mert hát az is igaz, hogy sírás nélkül nincs beszoktatás, tehát ez bármennyire is szeretnénk, hogy igen, ne így legyen, előbb-utóbb sírás van abból, hogy rájön, igen, hogy ez állandó folyamat az lesz. Nem, nincs itt. Így van, és ezért is kérünk ilyen jellemrajzot, abból így meg tudjuk egy kicsit ismerni őt előre. Meg lehet fogni például egy olyan mondattal, hogy otthon a csupi babád, igen, éppen most arra vár, hogy mikor jössz haza, és akkor már a gyerek elgondolkodik, hogy hát hogy tudnak erről? És igen, igen. Apró kis fogások vannak. Na most az, hogy az előbb azt mondta Écsi, hogy küllemében fizikai mi voltában is családias közeg várja a gyerekeket, ez a fenntartó feladata. Ugye, mert ott olyan körülményeket kell teremteni bútorzatban, szemléltető eszközben, szolgáltatásban, mindenben, hogy az a családi asságot sugallja. Ez nem kis feladat. Igen, végül is ez, tehát beltérben is maga az a patinás családias ház, vagy családi ház, ez már adja magát ezt a környezetet. Na most ez nagyon szépen van díszítve belülről is, tehát nagyon színesek, szépek, hangsúlyosak az ablakok, természetes játékok vannak, főleg fajátékok, kövek, kavicsok, lehet vele játszani. Vannak hangszereink, amit a gyerekek lehet ütni, kalapálni, lehet furuljázni, oda gyűlnek esetleg az adott gondozónő köré. Kint szintén nagyon szerencsések vagyunk, mert van egy kis szintkülönbség az udvarban, van egy kis dombunk, amin nyáron például nagyon jól lehet gurulni, tanulni lefelé a gyerekeknek. Télen pedig a szánkózás és a csúszkázás, meg csak a kis műanyag biciklivel való lerobogása enyhe domboldalon, ez egy rendkívül jó játék, igen, a gyerekeknek. Ez a másik a családias jellegben is, hogy kimegyünk a gyerekekkel, tehát hogy a szabad levegő az nagyon ritka, hogy nem történik, vagy nem mennek ki a gyerekek egy-egy nap. Van külön kinti ruhájuk, többnyire vízhatlan kezes lábas is van a gyerekeknek, ami soha nem tiszta, a cipőjük soha nem tiszta, ezek a gyerekek ez nagyon ritkán mennek haza tisztán. Soha. Ez fontos. Úgyhogy ez nagyon szabad fontos. Gyerekkoruk. Igen, van nagyon sok fa, meg lehet fogni a gyümölcsöket, megyfa, alma, lehet róla szedni, és itt külön hangsúlyoznám ezt a családias jelleget is, hogy nálunk nincs takarítónő. Tehát nálunk a gondozónők csinálnak mindent, amit otthon is egy családi háznál egy nő el tud végezni. Nyilván fát nem vágnak, de hát, minden... ügyes vághat egyébként. De ha kint például falevelet sepernek, akkor a gyerekek is kapnak kis seprőt, és ők is seprik a falevelet, hogyha havat kell lapátolni az útról, mert meg kell csinálni,
ezt a gyerekek is csinálják. Tehát ezekbe a hétköznapi tevékenységekbe a gyerekek be vannak vonva, és ez igaz a belső térben is, tehát a benti munkára is, idézőjelben véve munka, mert azt hiszem, hogy ez a gyerekkel való együttlevés, ez a legfontosabb, amit a felnőttől kaphatnak, mint minta és példa, hogy például minden csütörtökön sütés van. És ilyenkor a gyerekek készítik a gondozónőkkel a adott süteményt, amit ők kitalálnak, előkészítenek, és nálunk van lehetőség arra, hogy belegyúrjanak a lisztbe, mert ott van előttük, megkóstolják a lisztet, beleharapjanak a citromba, az almába, és mindenféle olyan, tehát kóstolják a mazsolát, és utána megegyék uzsonnára a saját készítésű süteményeket, amit ők készítenek két kézzel. Ez már jó egyébként, mert ugye belegondol az ember, hogy amikor ajándékot készít, és nem vesz, az teljesen más, és az sokkal fontosabb magának az ajándékozónak is, mert belefoglalkozik annak, akinek adja, többször húzamosabb ideig, meg benne van a saját kézi munkája, vagy a saját ötlete, és így tovább. Meg úgy vagyunk vele, hogy amit mi magunk csinálunk, akár csak egy kis sáldarabot, az értékesebb számunkra, mint amit a boltba veszünk. A legtöbb ember legalábbis így van. Na most, ha ezt gyerekkorban nem tanulja meg a gyerek, kicsikorában nem tanulja meg a gyerek, akkor nem biztos, hogy megismeri ezt az érzést, szegényebb lesz. Így van. És az ilyen jellegű foglalatosságok, majd az előbb azt mondtam, hogy ha ügyes, akkor vághat fát a hölgy is, az asszony is. Ha még ügyesebb, akkor valaki ismerős, tud a szomszédból egy férfi embert is, akkor ő csinálja meg. Most trépát félretéve, bizony, ügyeskedni kell a mindennapok során otthon is, mert a legtöbb kislány megpróbálja megtanulni, vagy utánozni a mamát, és akkor gyúrja a tésztát, vagy mosogat, és így tovább. És ezeket itt játszva lehet megtanulni. És ez a felnőtt korában mindenképpen hasznára válik. És bizony hozzá tartozik ahhoz a sokat emlegetett egészséges fejlődéshez. Hát az, hogy kertbe tudnak kimenni, az, hogy ott megfoghatóvá válik számukra minden, ez mind ezt igazolja. Na most a népszerűségről szeretnék kérdezni valamit, mert ugye Ircsivel beszéltük, ugye a bizalom, de Editkével is ugyanezt mondhattuk volna, hogy a legfontosabb először a szülőt megnyerni. Mert ha nem nyerjük meg a szülőt, nem maradott a gyerek, ugye? Vagy hát rosszul gondolom? Nem feltétlenül így mindig így van, mert hogyha volt már olyan példa is, hogy a gyermek annyira jól érezte magát, és a szülő végül azért döntött így, mert a gyermeken azt látta, hogy nyitott már felénk az első alkalommal, tehát nyilván a szülő dönt, de azért így a gyermek tudja őket befolyásolni. Ezt nem véletlenül kérdeztem így egyébként, mert hiába a szülői döntés, hogyha a gyerek végig sírja az ott tartózkodást, tehát az a nekünk már, illetve hát önöknek már ott a gyerekre kell koncentrálni. Hát nekünk minden pénteken nyílt napunk van, és akkor a szülők, akik érdeklődnek, be tudnak jönni, és egy másfél-két órát el tudnak ott tölteni velünk a mi közösségünkben, és ott jobban rálátnak arra, hogy milyen is egy délelőttünk, és ezt nagyon sokan igénybe veszik szerencsére, hogy eljönnek, megnéznek bennünket. Most egy kicsi szünetet tartunk, jó? Zenélünk, és aztán folytatjuk a beszélgetésünket, mondjuk például azzal, hogy mennyire vonják be a szülőket ebbe a családias légkörbe. A Miskolci Tündérudvar családi bölcsöde működéséről, a gyerekszeretetről, a családias nevelésről beszélgetünk a Csillagpont Rádió stúdióinak a vendégeivel, Árvai Edittel és Szopkó Tiborné Ircsikével. Úgy is jó lett volna, ha azt mondom, hogy Szopkóné, ugye? Igen. Ott hagytuk abba, hogy igyekeznek, vagy miként igyekeznek bevonni a szülőket a családias nevelésbe. Mert hát nem elég letenni a gyereket, meg elvinni a gyereket, az a kapcsolat az akkor is tart, ilyen szimbolikus értelemben gondolván, amikor a gyerek éppen otthon van. Mert ez a kettő otthon most már szorosan összefügg, a bölcsödei, meg az otthoni. Ugye? Bevonják a szülőket a munkájukba? Igen, természetesen így van. Nagyon népszerűek ezek a... Hát, mi családi délelőttöknek hívjuk, ez általában valamelyik ünnep köré csoportosul. Például most a húsvétre, meg ilyenekre. Igen, tehát például a pünkösdön a lányok fehér ruhába öltöznek, a szülők szülőkkel együtt virágkoszorút készítünk, ilyenkor a szülők készülnek, sütnek, süteményeket hoznak, saját készítésű terülyasztalkánk van. A gyerekekkel kint szaladgálnak,
vannak, ez például mondjuk egy pünköst, de most volt a legutóbb a farsangunk például, ahol a szülők is nagy meglepetésünkre beöltözve érkeztek, és nagyon aranyosak voltak a gyerekekkel összhangban. Hát akkor ez egy ilyen abszolút közösségkovácsoló, és nem csak a gyerekekre, hanem a felnőttekre is kihat. Igen, beszippantja, tehát igazándiból még itt olyan nagy szimbiózis van a anya és szülők, mert sok apuka is, tehát nagyon szoros kapcsolatban van, igen, a gyermekkel, tehát össze vannak hangolódva, és nagyon szívesen jönnek ezekre az ünnepekre. Itt most például a farsangon volt meghívott vendégünk is, aki kis zenét, kis táncot, játékot, és nagyon nagy öröm nekünk látni azt, hogy a szülők, nagyszülők körbeállnak a gyerekekkel, és tényleg azt mondom, hogy egy éves kortól 70 éves korig ugyanazt a játékot játsszuk, ugyanúgy beszélgetünk, ugrálnak, hogyha kell, ha van kis zene, akkor ugyanazt csinálják a szülők is, és ez a gyerek... Meg nagyszülők a 70 évesek, a nagyszülők, több generációt igen, fog igen. Össze. Tehát labdázunk bent, tehát hogy van egy közös tevékenység, és itt látszik az, hogy a gyerek akkor boldog igazán, ha mi be tudjuk csábítani, és most idézően mondom ezt a csábítani, mert hál' Istennek nagyon jó a szülői körünk, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nem csak a gyerekeinkre, hogy nagyon szívesen jönnek a gyerekkel kapcsolatos tevékenységet, és részt vesznek a napi ritmusában, a napi életében, úgyhogy bejönnek a tündérudvarba, tehát nem tilosnak, vagy, tehát nem tilos nem bejönni. Nem kötelező, meg nem is tilos. Igen, de be lehet jönni, tehát hogy bejönnek a szülők, és ott vannak egész délelőtt, és együtt játszunk a gyerekkel, tehát az intézmény és a család, az gyakorlatilag ezeken az alkalmakon teljes egységet alkot. Tehát ez az egyik, ami a saját belső ünnepkörünk gyakorlatilag, és közösen ünnepeljük. A másik meg az, hogy a szülőknek is van egy saját igénye arra, és egyre inkább mutatkozik, és igyekszünk ezt kielégíteni, hogy szeretnének beszélgetni például arról, hogy agresszió az óvodában. Tehát ugye ez mindenhol, vagy bölcsödében azért ez egy fontos kérdés, illetve, hogy mondókázás, mesélés, milyen hatással van a gyerekre, tanítsuk meg őket. Ez egy-egy délután van, és itt a gondozónők és a szülők beszélgetnek egy asztal körül, a gyerekek pedig körülöttük játszanak, tehát rendkívül családias, tehát tényleg olyan, mintha egy jó baráti közösség jönne össze alkalmanként, akár egy névnapra, amikor lehet táncolni, zenélni, vagy akár egy beszélgetésre egy asztal körül, és a gyerekek ott vannak, tehát hogy nem választjuk külön ezt, a gyerek a életünknek a része, nekünk igen, is. És kicserélik egymás igen. tapasztalatai. Ennél fogva nagyon fontos kiválasztani, megválasztani a jó gondozónőt. Na most itt akkor fényezzük Ércsikét, mert nyilván nem véletlenül ül itt, ugye? Igen. Hát ez nagyon fontos, hogy kik vállalkoznak, kiket fogadnak gondozónőnek. Igen, hát ez egy nagyon hosszú folyamat a kiválasztás. Sokan jelentkező? Igen, általában egy hirdetésre közel 300 önéletrajz érkezik. Hát az igen. Ebből három fordulóban választjuk ki általában a megfelelő gondozónőt. Minek alapján? Hát egyrészt az első forduló az ugye csak az önéletrajz alapján igen. történik, akkor meg az első szűrés az megtörtént, a második szűrés azt mi, mint egyesület, az egyesület elnökével ketten szoktuk csinálni, ez csak technikai hátteret nézünk a jelöltnél, ez már egy személyes elbeszélgetés keretén belül történik. Hogyha úgy látjuk, hogy megfelel bizonyos kritériumoknak, akkor behívjuk egy próbanapra hozzánk, ekkor találkoznak először a meglévő gondozónőkkel, illetve a gyerekekkel, akik figyelik, hogy hogyan tudnak kapcsolatot építeni, kapcsolatot teremteni a gyerekekkel, illetve a többi gondozónővel. Tehát a nagyon zárt a közösségünk, nagyon kicsi. Tehát itt nekünk nagyon fontos az, hogy ugyanazokon az elvek szerint gondolkozzunk, dolgozzunk, hogy egy stabil egységet tudjunk nyújtani a gyerekeknek, illetve az intézmény. Amit képvisel, az nagyon fontos, hogy egyforma legyen. És igen, vannak bizonyos normák, meg szabályok, meg előírások, meg mindenféle papíros világban élünk, de én azt mondom, hogy nagyon sokszor hiába van papír, akár több is az ember kezébe, a másik oldalon ott van egy született, erre a pályára, hivatásra született valaki, akinek nincs papír a kezébe, és mégis imádják a gyerekek, rajonganak ért, és állati jól tudja csinálni azt a munkát, ami rá szabatott a sors által. Ilyenkor, amikor mondta ugye, hogy az egyesület vezetőjével a döntés megszületik, mennyire ragaszkodnak például papírokhoz, mennyire ragaszkodnak a rátermettséghez, hogy azt az elvet, azt az imást, amit ugye kialakítottak, őrizni tudják. Embert keresünk.
rátermettség fontos, a papírt ezt meg lehet szerezni később is, ebben mi partnerek vagyunk, rugalmasan meg tudjuk oldani. Az, hogy a megfelelő ember legyen ott, az a legeslegfontosabb. És mi van akkor, amikor a gyerek eléri a 3 éves korhatárt, és kimegy ebből a meleg, puha fészekből, tündérudvarból? Ott megint van egy óriási váltás az életében. Hogy tudják felkészíteni azt a kisgyereket, netán a szülőt, hogy mire számítsanak majd, mert következik ugye az óvoda. Igen, ezzel kapcsolatban. És az nem biztos, hogy ugyanezeket az elveket vallja. Igen, nagyon nehéz óvodát találni, illetve mi egyértelmű tanácsunk csak az, hogy óvónőt keressenek, és ne intézményt, ne óvodát. Ez egy nehéz ügy a tündérudvar életében, mert aki tőlünk kikerül, hogy hogyan tudnánk biztosítani tovább is ezt a kis létszámú és ezt a védettséget, ami úgy gondoljuk, hogy azért a gyerek 6 éves koráig is kellene, hogy ott legyen és jelen legyen, ez az érzelmi biztonság, és hogy ne ez a túl nagy létszámú, ahol nem jut elegendő figyelem a gyerekekre sok esetben, bár tisztelet a kivételnek, aki ezt tudja menedzselni, de hogy általában ez azért probléma, igen. Ki kell találni egy folytatást egyébként. Igen, biztos, hogy van rá igény, vagy lenne rá igény. Igen, ezen is dolgozunk, ezt most csak így nem hivatalosan mondom, de bízunk benne, hogy lesz erre. Jicsikének volt olyan szerencséje, mondta, hogy főállású anya. Hány gyerekes? 3. 3? Igen. Volt olyan szerencséje, hogy legalább egy gyereket a tündérudvarba tudod? Nem, mert nagyok a gyerekeim ahhoz, hogy bölcsödébe járjanak, de beadnál bármikor, ugye? Hát a tündérudvarba igen. De voltak bölcsödések a gyerekek? Nem. Hát ezáltal, hogy én... igen? Igen, én főállású anya voltam. A bölcsödére nem volt szükség, nem. Egymás után jöttek akkor a gyerekek viszonylag. De az óvodánál, amikor óvodát választott a gyereknek vagy gyerekeknek, akkor gondolom hasonló elveket vallott, hogy olyan néni, óvó néni. Természetesen mi is óvónőt választottunk, nem pedig... termet, úgymond, hanem az óvónő személye volt, az nagyon fontos, hogy hasonló legyen ahhoz, amit otthon mi gondolunk, ami mi elképzelésünk, az egybevágjon azzal, ami az óvónőnek is, és akkor így közösen sokkal jobban tudtunk együtt dolgozni. Megkönnyítette ez a gyermekek beszokását és mindennapi ott létét az óvodában. Igen. A gondozónőknek anyukáknak kell lenni kicsit, ugye nem is kicsit, hanem nagyon. Na most az anyukának tudni kell, hogy mikor legyen szigorú és következetes, és mikor lehet egy kicsit lazítani. Mert a gyereket nagyon könnyen el lehet veszíteni, vagy a bizalmát könnyen el lehet veszíteni, ha ez az arány, az egyensúly megbomlik. Hát szerintem, ha megfigyeljük a gyermekeket, és nekik megfelelően alakítjuk ki a határokat nálunk, nagyon fontos a napirendnek a betartás, úgymond, hogy legyen egy keret a gyerekeknek, amihez ők tudnak igazodni. És ez alapján tudják, hogy mi az a tevékenység, vagy mihez igazodjanak azon a kereteken belül, és így sokkal jobban nem kell nekik úgy szabályokat betartani, hogy most tiltunk valamit, hanem mindig megpróbáljuk ezeket mutatni nekik valami olyat, amit lehet. Tehát nem a tiltás a legfontosabb eszközünk, sőt. Igen. Mennyire vesznek részt például a nevelésben? Egyáltalán lehet részt venni a nevelésben? Akarnak részt venni a nevelésben? A gyerek nevelésében? Mi gondozónő? Igen. Természetesen, hiszen a gyerekek ebben életkori sajátosságuk az, hogy utánoznak. És hát, amit tőlünk látnak, azt mindent leutánoznak. Tehát különösen az is ilyen egy... picinke korban. Igen. És hát ez is egy nevelés, hogy mit nyújtunk nekik, és őt mit tudnak leutánozni. De hát ők ebben a korban mindent leutánoznak, tehát ha agyagozunk, akkor agyagoznak, ha rajzolunk, rajzolnak, ha sütünk, akkor nincs olyan, aki nincs ott, hogy kimaradna ebből a jóból, ha festünk, akkor jönnek festeni, ha seprünk, seprenek, tehát, és ez mint, hogy nem konkrétan nevelünk, hogy leülünk, és na most ezt a feladatot meg kell csinálni, hanem abból, amit mi tevékenykedünk egész nap, ezt utánozzák le, és ez egy nevelés. Játszva tanítani, igen, ugye? Igen, hát igen. Ez az élet. Igen. Ennek a harmóniának az őrzése, az mindennapos feladattá válik, gondolom. De még azt mondta az előbb, hogy ha agyagozunk, akkor agyagozunk. Van rossz gyerek? Nincs. Vagy nincs rossz gyerek? Nincs.
hanem rossz, vagy a figyelmét kevésbé lekötő felnőtt, és most mindegy, hogy pedagógus, bölcsődés vagy szülő? Nálunk nincsenek rossz gyerekek, tehát ez, hogy valaki nagyon szeret ott szaladgálni, igen, akkor ő szaladgálhat, ha nem szeretne éppen bármit olyat csinálni, akkor szaladgálni kell, akkor ő azt fog. Na, tehát de hát anarchia nincs, nyilván azért valami, ahogy mondta, a rendet be kell tartani, tudják magukat mihez tartani. Hát ezt mindig énekekkel, mondókákkal előre úgymond felhívjuk a figyelmüket, és akkor ők már tudják azt, hogy ha kézmosáshoz igyekszünk, akkor azt a mondókát hallják előtte is, ez természetessé válik számukra, tehát nem kell őket külön fegyelmezni. De ez az az életkor, azért 3 éves gyereknél, meg már 2 évesnél, 1,5 évesnél is kialakul az, hogy van, aki egy kicsit hajlamosabb a hisztire, van, aki simulékonyabb gyerek, tehát könnyebben beáll a sorba, de én úgy képzelem el, hogy akik ebbe a bölcsödébe tartoznak, járnak, ott a szülő is valamilyen másfajta elvárással, vagy másfajta indokkal hozza ide a gyerekét, tehát mást vár el, mint a megszokott. Tehát nem, jól gondolom én, hogy úgy kell foglalkozni a gyerekekkel, mintha mindenkivel külön foglalkoznék, ugyanakkor egy közösséggel kell foglalkoznom, mert nem szabad, hogy az egyik kivételes helyzetet élvezzen magának. Nem, de ezért is van az, hogy ahogy megismerjük őket, tudjuk, hogy a szülők is mit igényelnek, illetve a gyerekeknek mire van szükségük. És előfordul, hogy egy anyuka azt súgja, hogy Icsike, rosszalkodott a gyerekem, segíts már nekem ebbe, valahogy vezessük rá, hogy ez ne legyen, vagy most rákapott egy rossz szokásra, és újabban föltől csapja magát. Persze, hát ezt közösen a szülőkkel mindig megbeszéljük, ha van ilyen esetleg a gyermeknél, és akkor együtt közösen megpróbálunk erre kitalálni valami megoldást, hogy hogyan működjünk, vagy vannak olyan dolgok, például, mint bent a tündérudvarban elő sem fordul a gyermeknél, otthon pedig, és akkor kérdi a segítséget anya, hogy hogyan csináljuk mi, hogy ő jó. Is e szerint otthon úgy alakítsa igen, ki igen. a napjaikat. Mi a szépsége, meg a nehézsége a befogadásnak és az elengedésnek? Tehát amikor először jön a gyerek a tündér udvarba, meg amikor el kell búcsúzni tőle. Mind a kettő itt van, a nehézsége is, meg a szépsége is, ugye? Igen, hát van. Nyilván ez fontos. A beszoktatás az úgy zajlik, hogy a szülővel közösen. Tehát az első 1-2 hétben a szülő is ott van velünk, és ezáltal először figyeljük azt, hogy hogyan viszonyul a gyermek kéréseire a szülő, hogyan pelenkázza, hiszen ugye itt nem csak nevelés, hanem gondozás is folyik, hiszen ezek a gyermekek általában pelenkásak. Segíteni kell nekik ezekben, és először mindig megfigyeljük a szülőt, hogy ő hogyan, a gyermekével hogyan végzi ezeket a tevékenységeket, és aztán ez szerint próbálunk mi is, tehát nem akarjuk, hogy nagy változás legyen. A beszoktatás, ez nyilván, amikor pedig már elköszönnek, hát az már... Az már nagyon nehéz. Az már nagyon nehéz. A szülők próbálnak meg ellesni dolgokat, amire az imént utalt, hogy na, hogy csinálják itt a tündérudvarban, hogy jó. Hát igen, de hát ilyen az élet. Igen. Mi beszéltünk, és egyfolytában arról beszélünk, hogy mennyire igyekeznek ezt a családias hangulatot őrizni, és valóban tündérudvarra otthonná varázsolni. Ez azt jelenti, hogy abszolút értelemben más, mint egy nagyobb létszámú gyereket ellátó bölcsőde? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen, bár a nagyobb létszámú bölcsödéknél nekem nincsen tapasztalatom, az én gyerekeim se jártak bölcsödébe, úgyhogy nekünk ez egy természetes közeg. A szülőkön látszik leginkább, hogy ez nem egy természetes és nem egy átlagos dolog az, amit mi nyújtani tudunk, tehát inkább a tőlük való visszajelzésen keresztül látom, hogy amit csinálunk, az jó, és az arra nagyon nagy szükség van, mert a gyerek nem kerül be túl korán egy nagyon stresszes élethelyzetbe, amiből aztán nem tud szabadulni, és ez, hogyha belegondolunk, ez borzasztó nagy felelősség a szülő számára, hogy hova küldi a gyerekét, és ez még egészen az iskolás korban is így van, tehát egészen a kisiskolás, illetve az általános iskolás korban, mert ugye leteszi az ember a gyereket 4-6-8 órára, ott hagyja valahol, és hogyha az ember a felnőtt fejével gondolkozik, hogy milyen munkahelye van, és hogy ő onnan tud-e, akar-e szabadulni, milyen a főnöke, ezt egy gyerek nem tudja, ezt valamilyen módon a
jelzésekkel a tudtára adja a szülőnek, akinek viszont én úgy gondolom, hogy kötelessége lépni, hogyha látja, hogy a gyerek túl feszült, stresszes élethelyzetben van, akkor ki kell emelni abból a közegből, mert a gyerek magától nem tud kilépni ebből, és ez tényleg életre szóló károkat okoz. És nem is az ő kompetenciája, nem az ő feladata. Így van, tehát ez a szülő, és nagyon érzékenyen kell reagálni. Igen. Hát én Editke mondatát megismétlem, hogy amit csinálunk, az jó, ez a visszajelzés. További sok sikert kívánok hozzá. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És azt is kívánom, hogy legyen minél előbb abból a most még titokzatos jövőbeni elképzelésű valóság, hogy a Tündér udvar, vagy Tündér udvarnak legyen egy folytatása. Sziget. Jó, bár az még nagyobbat jelent. Igen. Szigete is. Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben itt a Csillagpont Rádió műsorában a Tündér udvar családi bölcsödéről beszélgettünk Árvai Edittel, a Hámori Waldorf Egyesület vezető helyettesével, a fenntartóval, és Szokó Tiborné Ircsikével, gondozónővel, főárású három gyerekes édesanyával. Kedves hallgatóink, hamarosan már híreket hallanak az MTI Hírcentrum munkatársaitól, megtudhatják, hogy mi minden történt hazánkban és a nagyvilágban, hiszen kapcsoljuk majd a stúdiót. További kellemes rádiózást kíván mindehez a szerkesztő Monos Márta, munkatársa Mackó János nevében is. A viszonthallásra!